Hello, sziasztok, és nagyon szép jó napot, valamint kellemes, mosolygós, vidám keddi napot kívánok mindenkinek. Üdvözlettel Frici, Veszprém Fajszról, a Zöld Sáv túraútvonalról. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, kedves nézőim, én még mindig itt vagyok a Zöld Sáv túraútvonalon, jelen esetben Veszprémfajszon vagyok, és folytatni fogom azt a sétámat, amit konkrétan én az ezt megelőző videómban kezdtem el, de ahhoz, hogy értsétek, hogy én itt tulajdonképpen miről is beszélek, feltétlenül nézzétek meg az ezt megelőző videókat is, köszönöm szépen, és akkor hamarosan folytatom is tovább a én kis sétámat, ezen a bizonyos zöldsáv túraútvonalon, hisz konkrétan azt a sétámat fogom folytatni ebben a videóban, amit én az ezt megelőző videóimban kezdtem el, de ahhoz, hogy értsétek, hogy én itt tulajdonképpen miről is beszélek, feltétlenül nézzétek meg az ezt megelőző videókat is, köszönöm szépen, és én konkrétan az ezt megelőző videómban abból az irányból érkeztem, tehát abból az irányból érkeztem az ezt megelőző videómban, arra felé van Nemesvámos, tehát abban az irányban van Nemesvámos, én az ezt megelőző videómban konkrétan abból az irányból érkeztem, de ahhoz, hogy értsétek, hogy én itt tulajdonképpen miről is beszélek, feltétlenül nézzétek meg az ezt megelőző videókat is, köszönöm szépen. Így hát én a továbbiakban nem arra felé fogok haladni, hanem szépen fordulok egy 180 fokot, és folytatom tovább az én kis túrámat itt a Zöld Sáv túraútvonalon. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen. És itt lehet látni, hogy arra felé is halad egy földút, tehát abba az irányba is halad egy földút, és akkor én pedig folytatom tovább az én kis túrámat itt a Zöldsáv túraútvonalon, méghozzá arra felé, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen! És akkor, ahogy látható ezen a felvételen, én már folytatom is tovább az én kis túrámat, amit én ezen a keddi napon találtam ki magamnak, hát konkrétan azt találtam ki magamnak, ezen a keddi napon, hogy Nemesvámostól el fogok sétálni egészen a Nosztori autós pihenőig. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen! És ugye ez itt Veszprémfajsz, tehát ott van Veszprémfajsz, tehát ez itt Veszprémfajsz, és akkor itt szépen kanyarodok is jobbra, mert tulajdonképpen arrafelé folytatódik ez a bizonyos Zöldsáv túraútvonal, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen, és akkor én haladok tovább arrafelé, és akkor tartsatok velem, és akkor ahogy láthassátok ezen a felvételen, én már folytatom is tovább azt a túrámat, amit én konkrétan az ezt megelőző videóimban kezdtem el, de ahhoz, hogy értsétek, hogy én itt tulajdonképpen miről is beszélek, feltétlenül nézzétek meg az ezt megelőző videókat is, köszönöm szépen. És akkor szépen haladok tovább itt a Zöldsáv túraútvonalon, hát még egy darabig ezen a Zöldsáv túraútvonalon fogok haladni, és majd utána rá fogok térni a zöld löbetű túraútvonalra, illetve a zöld kereszt túraútvonalra is, és úgy fogom megközelíteni a Nosztori autós pihenőt. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen! És akkor én már folytatom is tovább a én kis sétámat, itt a Zöldsáv túraútvonalon, jelen esetben Veszprémfajsz határában. És látható, itt van egy nagyon szép kis játszótér, ahogy látható ezen a felvételen, tehát itt van egy nagyon szép kis játszótér,
ahogy láthassátok ezen a felvételen. Konkrétan ugye ott van Veszprém Fajsz, tehát ott van Veszprém Fajsz, és így néz ki a környezet, ahogy látható ezen a felvételen. És akkor én folytatom tovább a én kis túrámat, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen. És akkor én haladok is tovább, ahogy látható ezen a felvételen, tehát folytatom tovább a én kis túrámat, itt a zöldsáv túra útvonalon, és ahogy mondottam a előzőjekben, az időjárás úgy látom engedi, így hát el fogok sétálni a Nosztori autós pihenőig, ahol szépen majd buszra fogok ülni, és vissza fogok utazni Veszprém városába, és elkezdem majd feltölteni ezeket a újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videókat az én kis YouTube csatornámra. És akkor haladok is tovább itt a zöldsáv túra útvonalon, tehát folytatom tovább a én kis túrámat, méghozzá ugye azt a túrámat, amit én az ezt megelőző videóimban kezdtem el, de ahhoz, hogy értsétek, hogy én itt tulajdonképpen miről is beszélek, feltétlenül nézzétek meg az ezt megelőző videókat is, köszönöm szépen! És akkor haladok tovább, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát folytatom tovább a én kis túrámat. Itt a zöldsáv túra útvonalon. Közben kint a határba szánt egy traktor, hogy hallhassátok a háttérben. És akkor szépen haladok tovább itt a zöldsáv túra útvonalon. Egészen majd, hogy nem a Nosztori autós pihenőig fogok itt haladni ezen a zöld sávon. Ennek mindjárt meg is tudom mutatni a teljesen egyértelmű jelzését, hiszen itt van, fel van pingálva ennek a tőgyfának a törzsére a zöld sáv túra útvonalnak a teljesen egyértelmű jelzése, méghozzá annak a zöld sáv túra útvonalnak, ami egészen Lovasig vezet, mert tényleg annak az zöldsáv túra útvonalnak van itt a jelzése felpingálva, amit mindjárt meg is mutatok, hát íme, itt látható a zöldsáv túra útvonalnak a teljesen egyértelmű jelzése, és én a továbbiakban is ezen a zöldsáv túra útvonalon fogok haladni, még egy kis ideig, tehát még egy kis ideig ezen a zöldsáv túra útvonalon fogok haladni. Egyébként erről a zöldsáv túraútvonalról azt kell tudni konkrétan, hogy ez elindul Nemesvámosról, a 77-es út mellől, az egyik buszmegállóból, és tart egészen Lovasig ez a bizonyos zöldsáv túraútvonal, ahol beletorkolódik a balatoni kék sáv túraútvonalba. És akkor haladok is tovább itt a zöldsávon, tartsatok velem a továbbiakban is. És itt látható a piros kereszt túra útvonalnak is a teljesen egyértelmű jelzése. Erről a piros kereszt túra útvonalról meg azt kell tudni, hogy ez elindul innen Veszprémfajszról, és tart egészen a Koloska forrásig, ez a bizonyos piros kereszt túra útvonal. És akkor haladok tovább a zöld sávon, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen, és akkor én a továbbiakban arra felé haladok, tehát folytatom is tovább a én kis túrámat, tehát szépen haladok tovább itt a zöldsáv túra útvonalon, tartsatok velem a továbbiakban is, ha úgy gondoljátok, hiszen már az ezt megelőző videóimban is tulajdonképpen ezen a zöldsáv túra útvonalon túráztam, de nézzétek meg a ezt megelőző videókat is, és akkor fogjátok tudni, hogy konkrétan miről is beszélek, hogyha megnézitek a ezt megelőző videókat is. Hát ugye az ezt megelőző videóimban láthassátok azt, hogy én konkrétan
Elindultam Nemesvámosról, és most már elhagytam Veszprém Fajszt is, mert közben már elhagytam Veszprém Fajszt is, és szépen haladok a Nosztori autós pihenő irányába. Tehát szépen a Nosztori autós pihenő irányába haladok, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát haladok egészen a Nosztori autós pihenőig. Tehát odáig fogok szerintem elsétálni ezen a keddi napon, amikor is tudnélik szabadságom vagyok, hiszen én ezen a mai napon is szabadságom vagyok, és mivel hogy szabadságom vagyok, így hát ki is használom azt, hogy szabadságom vagyok. És akkor haladok tovább, ahogy látható ezen a felvételen, és rá is tértem tulajdonképpen egy kocsi útra, és ezen a kocsi úton fogok most egy kicsit sétálni, és szépen haladok tovább a zöld sávon. Tehát a zöld sávon haladok a továbbiakban is, és ez még egy darabig így is lesz, hogy ezen a zöld sáv túra útvonalon fogok haladni. Tehát ez még egy darabig így is lesz, hogy ezen a zöld sávon fogok haladni. Közben megmutatom nektek a tájat is. Amúgy így néz ki a táj, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát így néz ki a táj konkrétan. Hát konkrétan így néz ki a táj. És akkor szépen haladok tovább arra felé, és folytatom tovább a én kis túrámat ezen a keddi napon. Hát ugye az eredeti forgatókönyvem az az volt, hogy ezen a keddi napon elsétálok egészen Palóznakig, de hát ebből szerintem a mai napon már nem lesz semmi, hiszen már 3:45 van, mert tényleg már 3:45 van, pontos idő és dátum folyamatosan látható a kijelző aljában, hogy mikor készült ez a újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videó. Így hát a Palóznakig nem is fogok elsétálni, de a Nosztori autós pihenőig most már mindenképp el fogok sétálni. Tehát a Nosztori autós pihenőig már mindenképp el fogok gyalogolni. El fogok sétálni ezen a keddi napon. És akkor szerintem majd ott fogom befejezni a mai kis túrámat ezen a keddi napon. Tehát a Nosztori autós pihenőnél. Hát ugye ott már több túrámat is befejeztem a korábbiakban, és akkor itt van egy újabb nagyon szép kis terület, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát itt van egy újabb nagyon szép kis terület, itt van egy nagyon szép kis ilyen parkszerűség konkrétan, és itt van egy esőbeálló is, tehát ott van az esőbeálló, tehát ott van az esőbeálló, és van egy térkép is, ahogy látható ezen a felvételen, tehát ott van egy térkép is, és ott van egy esőbeálló is. És akkor szépen haladok tovább én ebben a túrával. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen. És akkor szépen haladok tovább itt a zöldsáv túra útvonalon. Tehát még egy darabig ezen a zöldsáv túra útvonalon fogok haladni. Még egy kis ideig. És utána majd rátérek a zöld löbetű túra útvonalra, és végül rá fogok térni a zöld kereszt túra útvonalra, és azáltal fogom megközelíteni a Nosztori autós pihenőt. És akkor szépen haladok tovább, ahogy látható ezen a felvételen, tehát folytatom tovább a én kis túrámat. Igaz, hogy Palóznakig nem fogok elsétálni, mert nem, pedig lehet, hogy beleférne az időbe, mert azért nagyjából 4:30-ig világos van, tehát lehet, hogy beleférne éppen az időbe, hogy akár Palóznakig is elsétáljak, hát ezt még el kell döntenem a későbbiekben, hogy meddig is akarok elsétálni ezen a keddi napon. Hát a Nosztori autós pihenőig mindenképp elfogok, tehát a Nosztori autós pihenőig mindenképp el fogok sétálni, túrázni ezen a keddi napon. Tehát az autós pihenőig mindenképp.
és hogy onnan-e majd tovább fogok sétálni Palóznak irányába, hát ez már igencsak kérdéses, hogy tovább fogok sétálni Palóznakig, mert az a Nosztoria autós pihenőtől már nincs olyan nagyon messze Palóznak, csak annyiból állna a dolog, hogy ott haladok a piros teli karikatúra útvonalon, majd rátérek a sárga sávra, a sárgáról a pirosra, és a piroson meg is érkezek tulajdonképpen Palóznakra. Tehát szerintem ez nem a mai napon lesz, tehát ez több mint valószínű, hogy nem ezen a mai napon fog megtörténni, hanem majd szerintem valamikor egy következő alkalommal a jövőben. Hát a mai napon minden esetre, míg az eső nem ered neki, tehát a Nosztoria autós pihenőig szerintem elsétálok, tehát az autós pihenőig mindenképp el fogok sétálni ezen a keddi napon. És az, hogy onnan-e fogok-e tovább Palóznakig sétálni, hát ez kérdéses, hogy onnan fogok-e tovább Palóznakig haladni az autós pihenőtől, mert körülbelül az fél úton van Veszprém-Fajsz és Palóznak között, mármint az autós pihenő, tehát ez körülbelül pont fél úton van, hogyha ezen az útvonalon haladok, amelyiken most is haladok, akkor az pont fél úton van. Hát szerintem csak az autós pihenőig fogok elmenni ezen a keddi napon, és majd onnan szépen busszal visszalibbenek Veszprémbe, és elkezdem majd a videókat feldolgozni és feltölteni az én kis YouTube csatornámra. Éppen ugyanúgy, mint a tegnapi videók is már megtekinthetőek az én kis YouTube csatornámon. Nézzétek meg a tegnapi napon készült videókat is. Köszönöm szépen! Ugye a tegnapi napon Tihanyban túráztam, mert tényleg Tihanyban túráztam a tegnapi napon, és azok a videók természetesen már megtekinthetőek az én kis YouTube csatornámon. Nézzétek meg azokat a videókat is. Köszönöm szépen! És akkor szépen haladok itt a zöldsáv túraútvonalon, mert a zöldsáv túraútvonalon haladok, de még itt halad a piros kereszt túraútvonal is. Amúgy a piros kereszt túraútvonalon simán el tudnánk sétálni akár Balatonfüredig is, ha annyira akarnánk, mert simán el tudnánk odáig sétálni Balatonfüredig ezen a piros kereszt túraútvonalon, mert simán el tudnánk sétálni Balatonfüredig akár a piros kereszten, de hát az is egy szép hosszú túra lenne, mert nem is olyan nagyon régen bejártam én ezt a Balatonfüred-Veszprém-Fajsz távolságot, mert nem is olyan nagyon régen én ezt bejártam, és arról is természetesen van videó a csatornámon, nézzétek meg azokat a videókat is, köszönöm szépen! És akkor haladok tovább, ahogy látható ezen a felvételen, tehát folytatom tovább a én kis túrámat, méghozzá azt a túrámat, amit én az ezt megelőző videóimban kezdtem el, de ahhoz, hogy értsétek, hogy én itt tulajdonképpen miről is beszélek, feltétlenül nézzétek meg az ezt megelőző videókat is, köszönöm szépen! És akkor haladok tovább itt a zöld sávtúra útvonalon, aminek a teljesen egyértelmű jelzése itt van, tehát itt látható a zöld sávtúra útvonalnak a teljesen egyértelmű jelzése, és itt látható a piros kereszt túraútvonalnak is a teljesen egyértelmű jelzése. Erről az ötsáv túraútvonalról konkrétan azt kell tudni, hogy ez elindul Nemesvámosról, a 77-es út mellől, az egyik buszmegállóból, és tart egészen Lovasig, a Templom térig, ahol beletorkolódik a balatoni kék sáv túraútvonalba, még ez a piros kereszt túraútvonal ugye Veszprém-Fajszról indul ki,
és tart egészen a Koloska völgyig, ahol beletorkolódik a piros sáv túraútvonalba, de én a továbbiakban is a zöld sáv túraútvonalon fogok haladni. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen. És akkor haladok tovább arra felé, tehát folytatom is tovább a én kis túrámat. Tehát szépen haladok tovább, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát szépen folytatom tovább a én kis túrámat tulajdonképpen. Mert tényleg folytatom tovább, ahogy látható ezen a felvételen. És akkor valójában szerintem a autós pihenőig fogok elsétálni. A Nosztori autós pihenőig. És ugye ott ugye van busz megálló, és ott föl tudok szállni a buszra, és vissza tudok utazni Veszprémbe. És akkor haladok tovább, ahogy látható ezen a felvételen. És akkor itt ketté ágazik az út. Ugye itt jobbra elmegy a piros keresztúra útvonal, és balra pedig a zöld sáv halad tovább. Tehát itt van ugye az útelágazás. Abba az irányba halad tovább a piros keresztúra útvonal, egészen a Koloska völgyig, tehát abba az irányba halad tovább, maga a piros keresztúra útvonal, egészen a Koloska völgyig, míg a zöld sáv túra útvonal az arra felé folytatódik, és halad egészen Lovasig, de közben érinti Felsőőrst is. És akkor haladok tovább arra felé, tovább a zöld sávon, tartsatok velem a továbbiakban is, és én már folytatom is tovább a én kis túrámat ezen a bizonyos zöld sáv túra útvonalon, hiszen mióta elindultam Nemesvámosról, azóta egyfolytában ezen a bizonyos zöld sáv túra útvonalon haladok, mióta elindultam Nemesvámosról, mert tényleg ezen a zöld sávon haladok, azóta is, mióta elindultam Nemesvámosról, az ezt megelőző videóimat nézzétek meg, és akkor fogjátok tudni, hogy tulajdonképpen miről is beszélek. És akkor szépen haladok tovább itt a zöld sávon, tehát folytatom tovább a én kis túrámat. Az eső még nem eredt neki, így hát folytatom tovább az én kis túrámat, hisz az eső még nem esik, és remélem, hogy ez így is fog maradni, hogy nem fog neki eredni az eső, mert az most valahogy egyáltalán nem hiányzik nekem, hogy még az eső is neki eredjen. Elég nagy baj az, hogy ez a köd jelen van. Most nem is annyira van köd, mert azért nagyobb volt a köd, amikor elindultam Nemesvámosról, tehát akkor azért sokkal nagyobb volt a köd, de most már ott van, hogy mindjárt déli 12 óra van, mert tényleg mindjárt déli 12 óra van, ahogy látható ezen a felvételen, hisz a pontos idő és dátum folyamatosan látható a kijelző aljában, hogy mikor készült ez a újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videó. És akkor szépen haladok tovább itt a zöld sáv túra útvonalon, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen. Akkor folytatom tovább a túrámat itt a zöld sávon. Hát ugye nem olyan régen jártam itten, mert tényleg nem olyan nagyon régen jártam itten, konkrétan, mert tényleg nem olyan régen jártam itt, és akkor pont fordítva haladtam Veszprém-Fajsz irányába, most pedig ugye Veszprém-Fajsz felől haladok a Nosztori autós pihenő felé, és szerintem a mai napon csak odáig fogok elsétálni a Nosztori autós pihenőig, és szerintem majd egy következő alkalommal a Nosztori autós pihenőtől fogom folytatni az én kis túrámat egészen majd Palóznakig, de ez majd egy következő alkalom lesz, nem ezen a mai napon lesz, hiszen már déli 12 óra van, és ugye elég korán sötétedik, és ugye nem kockáztatom meg, hogy rám sötétedjen. Hát szerintem nem sötétedne rám,
de nem kockáztatom meg konkrétan, mert konkrétan szerintem nem sötétedne rám, tuti, hogy nem, mert azért Palóznak nincs olyan nagyon messzire ide, még többféle útvonalon is el lehet oda jutni, még innen is, tehát még innen is többféle útvonalon el lehet jutni Palóznakig, tehát rengeteg fajta útvonalon el lehet jutni. Hát kettőről minimum tudok, hogy innen el lehet jutni Palóznakra, tehát kettő az a minimum, amiről tudok. Na de nem fogok Palóznakig elsétálni ezen a keddi napon, szerintem csak a Nosztori autós pihenőig fogok, ami már viszont nincs olyan messzire ide, mert tényleg már nincs olyan nagyon messzire ide a Nosztori autós pihenő, mert tényleg nincs ide nagyon messzire már. Körülbelül másfél kilométerre van ide a autós pihenő, nagyjából másfél kilométer, max. 2 kilométer ide az autós pihenő, ha túraútvonalakon haladok, légvonalba meg aztán annyi sincs, és akkor szépen folytatom tovább a én kis túrámat, méghozzá azt a túrámat, amit én konkrétan az ezt megelőző videóimban kezdtem el, de ahhoz, hogy értsétek, hogy én itt tulajdonképpen miről is beszélek, feltétlenül nézzétek meg az ezt megelőző videókat is. Köszönöm szépen! És akkor szépen haladok tovább a zöldsáv túraútvonalon, a Nosztori autós pihenő irányába, mert tényleg az autós pihenő irányába haladok, ahogy látható ezen a felvételen, mert tényleg az autós pihenő felé haladok, és valójában szerintem a mai napon, ezen a keddi napon csak odáig fogok elsétálni az autós pihenőig, és majd onnan szépen busszal visszautazok Veszprémbe. És akkor haladok tovább, ahogy látható ezen a felvételen, hát szépen folytatom tovább a én kis túrámat. Hát ugye nem olyan régen jártam itten, mert tényleg nem olyan rég jártam itt. Hát konkrétan mikor jártam itten? Hát 2 hete. 2 hete jártam itt körülbelül. Csak akkor pont fordítva. Tehát azt hiszem 2 héttel ezelőtt jártam itt utoljára, és akkor pont fordítva haladtam, tehát nem úgy haladtam, mint ahogy most haladok, hanem pont fordítva. Hát most ebből az irányból is haladok, ahogy látható ezen a felvételen. Most ebből az irányból haladok az autós pihenő felé, tehát Veszprém-Fajsz irányából. Veszprém-Fajsz már ugye magam mögött hagytam, mint ahogy Nemesvámost is magam mögött hagytam, így hát már Veszprém-Fajsz is már tulajdonképpen mögöttem van. És akkor haladok tovább, ahogy látható ezen a felvételen, tehát folytatom tovább a én kis túrámat konkrétan, hozzá azt a túrámat, amit én ugye az ezt megelőző videóimban kezdtem el, de ahhoz, hogy értsétek, hogy én itt tulajdonképpen miről is beszélek, feltétlenül nézzétek meg az ezt megelőző videókat is. És akkor haladok tovább. Hát amúgy már nem sok van vissza, tényleg már nem sok van vissza, és közben déli 12 óra lett, pont déli 12 óra van. Jó ebédhez szól mindjárt a déli harangszó. Mondjuk itt most nem fogok hallani harangszót, itt kint az erdőben, de hamarosan jó ebédhez szól a harangszó. És akkor szépen haladok tovább, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát folytatom tovább a én kis túrámat. És mivel hogy ez a videó már több mint fél órája megy,
Így hát lassacskán le is zárom ezt a videót, és egyelőre megköszönöm a figyelmeteket, hogy itt voltatok velem ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban. Ha tetszett ez a videó, akkor díjazzátok egy lájkkal, ha nem tetszett, akkor nyomjatok rá nyugodtan egy dislike-ot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is. Tartsatok velem legközelebb is egy következő videóban. Addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. Üdvözlettel, Frici! A zöld sávtúra útvonalról, Veszprém-Fajsz határából. Sziasztok!